Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a 11. heti zárást, hogy minden történt múlt hét óta. Azt mondja, hogy Bitcoin 39.100-on, 200-on valahol itt volt múlt hét vasárnap, most már 41.700-on van. Azt mondja, hogy 6%-ot nőtt USA dollárban múlt héthez képest, az altok 9%-ot nőttek, vagy az altcoin portfólium. A Kadena az 1 milliós referencia vásárlás most 0,4 milliót, vagy 400 ezer forintot ér. Az altcoin portfólió 0,760 bitcoinnyi altcoin van most 31.700 dolláron. Amik erősödtek, az Ethereum erősödött egy kicsit, 8-ról 9%-osra, hát, vagy 8,6-ra ilyesmire, de már közelebb van a 9-hez. Az Avalanche erősödött 7%-ról 8%-ra, a Sandbox is erősödött 2%-ról 3%-ra, és egy picit gyengült a Luna 12-ről 11%-ra, ugye nem nagy vasszis, de ő visszament 11-re. Jó, és akkor nézzük is. Bitcoin 41.700-on jelenleg, Kadena 6,22, jöjjön, várjunk, mert vártsunk ki napiba. És akkor tovább, altcoin portfólió, Sasagyi 50, mi van benne, hogy van benne, 11% a Lunában, 9% az Ethereumban, jaj, de szépen mindjárt megtöri a 3000-et, reméljük, Avalanche-ban 8%, 5% a Solanában, a Maticban, illetve a Near-ben, és akkor tovább, 4% az Atomban, illetve a Fluxban, 3% a Sandboxban, a Waves-ben, hű, a Waves hogy megy, a Phantomban, a Galában, illetve a Harmonynak a Vanyában, 2% az Adában, hát az Ada nagyon határeset, már ő itt is le kell vinni, vagy 0,8, vagy nem tudom, az 1 dollárt meg kéne hagyni profitbázisnak, de mindegy, mert meglátjuk, Ada már annyira, már majdnem lecsavarodott az egy, pont másfél százalék van benne, de mondom, hagytam itt a 2%-osba, de már lehet, hogy le fog menni, de a Polkadot mellé 1%-osokba jövő hétre, majd meglátjuk, vagy erősödik, ki tudja, de most nagyon határon van, másfél százalék van pont az Adába kereken. Úgyhogy 2%-os kategória, illetve 2% van még a Manában, az Axiban, az Árvévben, a Körvben, a Renderben, illetve az Illuviumban. 1% van a Binance Coinban, a Polkadotban, az FTX tokenben, az ApeCoinban, ugye már azt tegnap előtt cseréltem, mire cseréltem? Az Ankerre, ANKR-re, ja, azt tettem ki. Tovább a Tezosban van még 1%, a Heliumban, az Engineben, a Fetch AI-ban, illetve a Kotiban, és 0,5%, hát itt kb. A keltető, itt van a Dogecoin, a Shiba, a Chainlink, a Uniswap, az Algo, az Elrond, a VeChain, a Theta, a Runa, az STX, ja, a Runát is figyelgetni kell, hol volt neki az alja, mondjuk 4 dollár, 7, 4 dollár, 5 dollár, lassan már 100, 150 százalékot még hozzon, olyan 10 dollár környékén már lehet, hogy 20%-kal érdemes aláfogni. Na de tovább, Runa, Stax, Maker, AV, Kusama, Convex, Encore, Secret, Rose, IOTEX, Syscoin, Serum és Power. Ledger. Jó. Azt mondja, hogy itt vannak a figyelős mocorgósok, őket érdemes nézni, az XYO az ment is ma már 18%-at, nagyon kirúgott, nem tudom, hogy ez megtartja hosszú távon, volt egy nagy kirúgásom, azt mondja, hogy figyelős közepeseket itt találjátok, jó, itt az audio kezd most életre kelni, ahogy nézem, 24%-ot erősödött, most már tényleg nagyon, nagyon határon vagyunk, hogy meg kell indulni az egész világpiacnak. Innen még ott az Alchemy P, az is erősödött egy 10%-ot, az API 3 is 10%-ot, vagy 11-et, az Immutable X 15-öt, úgyhogy jövögetnek itt felfelé, ki van még figyelős közepesek, a Wootrade, hát a Wootrade azt mondtam, hogy indul a piac, akkor az szép nagyokat szokott nőni, 16%-ot erősödött ma. Jó, nem ajánlós, lelassultak, erre pedig figyeljetek, ezeket nem ajánlom senkinek, hiába nőnek, itt a Lidó nőtt 18-at, attól függetlenül senkinek nem ajánlom. Az is olyan hülyén néz ki, hogy valami irgalmatlan, ilyen darabos az egész. Jó, oké, akkor megyek intézve a dolgot, bevásárlás, akármi, és még két videóval jövök majd ma.
Jó, egymás, azt majd mondom, hogyha elérkezünk rá délután, meg az esti hírek kell, úgyhogy oké, és mondjuk intézem a dolgaimat, Bitcoin 40.750 környékén jelenleg. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ja, jövök majd az esti hírekkel, addig is, sziasztok!